Sziasztok, üdvözletem innen, Budafok Városház téren járok, és a 43-as villamosnak a nyomvonalát fogom majd bejárni, és elveszett vágány keresési. Nézzétek, itt megy a 47-es villamos, éppen kiáll a kihúzóba, a 43-as villamosnak a vonalán. Tehát a 43-as villamos az arra felem volt, most egy részét használják kihúzónak, és egyébként ez hévvonalnak épült még 1899-ben Budafok-Hárostól Szent Gellértédig, de közben jön vissza a villamos. Ezt most megnézzük. Szóval 1899-ben indult először a járat Szent Gellért tér és Budafok-Háros között. 10 évvel később, 1909-ben már meghosszabbították Nagy Tétényig, és tervben volt ott is, hogy érdig meghosszabbítják, de közben szólt az első világháború. És a későbbiekben 1951-ben vette át az üzemeltetését a BHÉV-től az FVV, a Fővárosi Villamos Vaspálya. És onnantól kezdve ment 43-as villamosként. És 1981-ben, ha jól emlékszem, akkor szűnt meg. És hát itt van a vágány vége egész pontosan. Eddig maradt meg a 43-as villamos. És egyébként 1942-ben került át a végállomás a Szent Gellért tértől a Móricz Zsigmond körtérre. A mostani Gomba környékén egy hudokvágányban volt a végállomása. És még 1910 környékén megépült egy szárnyvonal a hévnek, ez a mostani 41-es villamos vonalán működött, és egészen Török Bálintig tartott. Hát ott is ez, az volt a történet, hogy átvette az FVV, és villamosként üzemelt, de amíg aztán először Budafokig, aztán meg Kamaraerdőig ugye visszavágták a vonalat, és el is bontották a többit. Itt is ez volt a helyzet, hogy Városház téri maradt meg a vonal. És hát én ellátjátok, hogy egyébként két vágányos szakasz volt. Akkor mindjárt megnézzük a másik oldalt is, hogy itt mentek a sinek. Látszik, még a felsőtéti tartószlopok is vannak, de itt két vágányos volt, és ha mindjárt mutatom a megszüntetésnek az egyik okát a támfalnál, ahol a Budafoki vasútállomás van, ugyanis ott, mivel nem fért el két vágány az úttest mellett, a jobboldali vágány az úttesten volt, és a forgalommal szemben mentek a szerelvények, és erre hivatkozva is szüntették meg, hogy ez nagyon balesetveszélyes. Hát akkor menjünk tovább. És itt vagyunk a Budafoki vasútállomásnál, hát itt valami házat is építenek, az elbontott állomás épület helyére, és itt jött a villamos. Ugye itt eddig két vágányú volt, és illetve tovább is két vágányú volt, de a második vágány az úttesten ment, itt a forgalommal szemben, másképp nem fért el. Hát az egyik villamos vágány helyén meg most a bicikliút kiépült. Egyébként volt arról szó is, ilyen tervben, amikor itt a felújítás volt a Budafoki vasútállomásnál, és ez most már megállóhely, hogy eddig visszaépítik a villamost, hogy közvetlenül lehessen a vasúton átszállni. Hát ez végül nem valósult meg, igazából a jelenlegi végállomásától is se kell sokat sétálni, mert gyakorlatilag a peronnak a másik vége és az aluljárónak a kiállata az közel van a villamosvágányhoz. Hát itt egy kicsit még közelebb lehetett volna hozni, de végül nem vállalták be. Egyébként amikor a Kampóna megnyílt még a 90-es években, akkor a Kampóna az vállalta volna saját költségén is, hogy finanszírozza villamos meghosszabbítás, vagyis hát visszaépítését addig. De aztán végül a BKV nem ment bele, azt mondták, hogy nincs elég szerelvényük. És akkoriban se lejtezték tömegesen az UV-kat. De azt mondta, hogy nem. Hogy nekik nem kell, akkor azt nem ment bele a BKV, hogy akkor majd állatja arra a villamosait, hogyha meghosszabbítják. Hát később a Savoia Parknál ez már megtörtént, igaz, ott kisebb szakaszról volt szó. Ja, hogy a 18-as villamos egészen a Savoia Parkig bemenjen. Csak egy 600 méternyi villamosvágány volt, de azt is a
önköltség. És itt vagyunk most a vasúti sínek mellett, és majd hamarosan megyünk a támfalra. És itt volt a baleset veszélyes szakasz, ahol a forgalommal szemben ment a villamos. És igen, és itt vagyunk a támfalnál. Itt ennyi maradt meg az egykori 43-as villamosból. Itt volt egy kiágazás. Itt a baros pincéknek egy rakodója volt, és azt voltam meg innen. Hát itt 2017-ben, ha jól emlékszem, akkor hoztak ide egy gőzöst, meg egy szerkocsit, de egy kiállítási darabként. Erről már csináltam videót, most nem fogom megmutatni. Egyébként ott a végénél van a rakodóvágány. Ezt a boros pincék használták, és a villamos felől volt kiszolgálva. És igen, itt a kerékpárút helyén ment az egyik vágány, a másik pedig a közúton ment. Tehát innen nagyon jó nyomon lehet követni, és járható is az egykori villamos nyomvonala. És akkor haladunk tovább a nyomvonalon. Ja, az egyik vágány helye az jól látszik a bicikliúton. És a másik is itt ment mellette az úton. Úgyhogy innen egészen a kampónáig így nyomon követhető a nyomvonal. De semmilyen más emlék nincsen. És közben haladunk, és itt már egymás mellett ment a két vágány. Nagyjából ott a felüljáró támfal utánig egy darabig volt az, hogy szembe a forgalomban az úttestet. Utána itt már elég széles volt a hely ahhoz, hogy mind a kettő nyomt. Ugye teljesen eltüntették már a nyomait. Egyik vágány helyett meg ott a bicikliút, és más nyomvonali, vagy hát emléke errefele nincs. És hát lehet a nyomvonalat egészen jól követni a kampónáig. Úgyhogy haladunk szépen. És ennyi maradt ezen az oldalt a 43-as villamosból, itt egy sínszál, amit meghagytak. De innen jól követhető, hogy merre ment, ugye a szélső vágány az itt ment, az egyik, és mellette ment a másik, ott nagyjából a bicikli út mentén. Tehát a feltevés az jó volt. És innen már közel van a kampóna is. És még előtte volt egy kiágazás, egy iparvágány kiágazás a villamosvonalból, de valószínűleg annak sem fogom már semmi nyomát találni. És most majd a kampóna után fordult le a 30-as vasútvonal irányába. És csak egy kereszteződéssel jöttem arrébb, és itt van még egy maradvány, és itt sokkal jobban látszik a sínszál. Sőt, itt még a töltés is jobban kivehető, majd mindjárt mutatom. Itt valamennyire azért a töltés is kivehető, hogy hol jöttek a sinek. És a következő kereszteződéstől lesz majd az iparvágány kiágazás, de hát abban nem hiszem, hogy bármit meghagytak volna. És igen, ez már a kampóna. És mindig látszik, hogy hol jött a villamos, itt nyilván egyenesen nem csinált ilyen kunkorokat, mint a bicikliút. És hát nyilván a kampóna az eddig gondolta, hogy visszaépítik, hát hogy nem lett volna, bár mert akkor még megvolt a töltésnek a helye, ami nem épült ki a bicikliút, viszont kétvágányosként biztos, hogy nem épülhetett volna meg már a 90-es években. Tehát ilyet, hogy a közúti forgalommal szemben villamos, biztos, hogy nem engedélyeztek volna, hát manapság meg már. Ugye nem is lehetne még egy vágányosan sem megépíteni, mert nem férne el. Csak a bicikli út feladásával, de hát azt meg, ugye, hogyha kiépítették, akkor az már ott is fog maradni. Hát itt már valószínű, hogy vissza fogják építeni valaha ezt a villamost. És akkor hát egyenesen tovább, és majd kicsivel arrébb kanyarodott el balra a vágány. Ott a Növény utca környékén, és ment a Dunapart fele. Majd itt már nézem kell a térképet, hogy ez pontosan hol volt. Innen jött a villamos. Na és itt nagyjából szerintem a bicikliút az követi az ívet, ahogy itt befordult, és mindjárt mutatom, hogy itt a vasút alatti aluljáron keresztül ment át a sínek túloldalára. Még nem egészen így, hanem itt valahol a körforgalom környékén ment. És szerintem ott, ahol most a bicikliút is meg valahol arrafele mehetett. De ezt majd nyilván térképen meg fogom nézni. És amit mobilban a fentről.hu-t nem lehet nézni, de majd a videóvágás közben majd szedek össze innen még anyagot. És közben átjöttünk a túloldalra, és nagyjából itt, ahol a busz megy, ott ment a villamos is. És erre tovább. Itt a Növény utcát követte a töltés is. És itt vagyunk a
az M0-ás felüljáró alatt. A villamos az itt ment. Egyébként mellettünk itt van a vasúti töltés is. És egyébként szintén tovább a villamos vonalába. És itt van a Budatétényi Solompó nevű buszmegálló is. Illetve hát talán itt volt valahol, hogyha jól emlékszem, régen a Budatétényi megállóhely is, csak amikor a Kampóna megnyílt, akkor helyezték át. Egyenre itt tovább a bicikli úton, ami a villamos töltéseire épült. És majdnem a 30-as vasúton a Kastélyparki megállójáig kell menni a végállomásig. Csak látjátok, hogy itt jött a vágány. Egyébként azt elfelejtettem mondani, hogy a Növény utcától már egy vágányú volt a szakasz. Helyenként kitérőke pont itt a Bartók Béla utcai megállóhelynél is. Itt volt kitérő, ahol beválhatták egymást a szerelvények. Meg a végállomásnál volt még egy kitérő. Ennyit kitérő vágányokkal, de egy vágányos volt. És hát itt mentek a sinek valahol, ahol most sétálok. Itt még a Hempage oldalon lévő képes beszámolóban itt még megvoltak a sinek, itt még látszik, és csak azóta ületszik, újra aszfaltozták és eltüntették. Viszont ott egy híd megmaradt, az még a villamosé volt ott a háttérben. És igen, itt a villamos híd. Ugye ez a bicikli út részekét megmaradt, és a másik pedig le van zárt. Ez jobban látszik, ez a 43-as villamosé volt, vagyis hát itt már a hévvonal ment. És bizony itt még megvannak a talpfák is. Hát jobban nem lehet lemenni, de én megpróbálom kicsit jobban megmutatni. Azt nézzétek, itt van. Itt azért jól mutatja, hogy hol mentek a vágányok. Tehát itt egyenesen tovább. És tehát akkor a sinek itt jöttek. Készen itt irányig, és itt az út mellett. És ott a templom környékén már a végállomás van. Úgyhogy gyakorlatilag innen már közel a végcél. És is sok minden maradt, ezt azóta, már azóta is, mióta itt Hamsterék bejárták ezt a vonalat, azóta is itt már volt területrendezés, meg stb. Tehát már itt is le van térkövezve. De úgyhogy itt már aztán biztos nem maradt semmi. Hát a térkép szerint itt volt a végállomás. Hát ebben nem vagyok itt teljesen biztos, mert nem tudom, hogy itt hol lehetett volna. De hát mégis egy kétvágányos végállomás itt elférne, és hát itt jelzi a Kis János utca környékén. Nekem gyanús, hogy egyel arrébb van. De hát meg fogjuk azt is nézni, mert itt nem tudom, hogy merre fele mehetett még. Már arra fele sincsen sokkal több hely, de valahol itt volt a végállomás, az biztos. Hát itt már nagy tétényben vagyunk. És itt az a templom, ami alapján lehet viszonyítani. Ami már akkor is itt volt, és most is. Ilyen minden más az már hát nem lehet tudni, hogy... Hát pedig tényleg az volt a végállomás, most így megnézem, mert találtam egy olyan képet, ami itt nagyon jól látszik, hogy itt jött a villamos. És még az a szemben lévő épület is megvan, ami egyébként most is kocsmaként üzemel, hogyha jól látom. A régi képeken is ne felejts, söröző volt, meg most, meg a 2002-eseket. Szerintem most is az, csak ugye most zárva van, látjuk, de... Egyébként igen, itt jött, és egy utcasarokkal arrébb volt egy vágányú villamos végállomás. A héves időkben volt egy kétvágányos is, de amikor a 43-as járt ide ki, akkor már csak egy egyvágányos azért, villamos végállomás volt, nagyjából olyas, mint most a Városház téren lévő kihúzó. Úgyhogy akkor ennyi volt. És hát akkor szerintem akkor innen ennyi. Kastélypark megállóhely közel van, szerintem elgurulok addig, és akkor majd ott, onnan majd vonattal megyek tovább. És akkor visszaérteztem Kastélypark állomásra. 5 perc múlva jön is egy vonat, vagyis hát nem állomásra, hanem megállóhely, bár igazából mindegy. Úgyhogy ez a nagy tétényi bejárás az ennyi lett volna. 43-as villamos megnéztük. Mindjárt lemedül az aksebb is, úgyhogy gyorsan elköszönök. Sziasztok!